Isteni szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint a Victoria 2 Ultimate módjának a telepítési segédlete. A szerencsétlen action több sebből se vérzik, ezért nem látjátok az egeret, úgyhogy nagyjából elmondanám, úgyis látjátok a lényeget, szóval amikor letöltitek a, az Ultimate módnak a fő mappáját, hogy a moddibin találjátok meg, lesz egy fő mappa, illetve egy update mappa, abban találját, megtaláljátok a fájlokat. Na most több telepítő írta, hogy ezt a mód mappába kell telepíteni, de nem kell. Ha ti nem, szere, ha ti nem akartok az alapjátékkal játszani, csak az Ultimate-tel, nem kell a mód mappába betelepíteni a, az Ultimate módnak a fájjait, hanem minden egyszerűen másoljátok be a könyvtárba, a fő könyvtárba, ahogy én is teszem. Nem kell a mód mappába azt. Csak akkor telepítsétek a mód mappába, hogyha több modot is használtok. Értelemszerűen a mód mappába akkor létre kell hozni egy Ultimate nevű könyvtárat és oda kell bemásolni. Itt az avatar cuccokat látjátok, ugye az Ultimate mod az a hurt of Iron 3 néhány egység skinjét használja. Ezeket úgy tudjátok betenni, hogy telepítve kell lenni a gépeteken, vagy valakitől meg el kell kérnetek a Hurts of Iron 3, GFX Anim könyvtárát meg kell szereznetek, és abból ezeket az állományokat, amiket ebben a fájlban leírva láttok, be kell másolnotok a Victoria 2, Ultimate, vagy hát mod, ugye, hogyha a mod mappába másoljátok, az Ultimate mappába, ugyanúgy a, a GFX Anims könyvtárba kell bemásolni a Hurts of Iron 3, ott a mellékel dokumentumban megnevezett egység a fájljait, azt pedig át kell másolnotok ide. És amint ezt megteszitek, akkor a Hertz of Iron 3 egységei meg fognak jelenni nektek is az Ultimate módban. Mégis ennyi lenne nagyjából, hogy hogyan lehet a Hertz of Iron 3 egységeit betenni a módba, az Ultimate módba. Mi van még, ami úgy érdekes lehet? Szerintem nagyjából elmondtam mindent. Ja, még annyi, hogy az update-et azt csak simán rá tudjátok tenni. Szerintem magyarítással ne próbálkozzatok. Az Ultimate módban rendkívül sok olyan dolog van, ami, amit nem tartalmaz a, a Victoria 2 Hearts of Darkness magyarítása. Úgyhogy szerintem ne is próbálkozzatok vele, de hát egyébként azt mondom, hogy amíg nem indul el a, a Hardcore Wargames oldal, addig ugye, ha mások is jelentkeznének fordítónak, akkor ők is beszállhatnak ebbe a Victoria 2 Ultimate Mod magyarítás projektbe. Ugye mi már azért így nagyjából neki készülöttünk, hogy előre láthatólag azért talán lesz belőle valami, ugye időhiányba szenvedünk, meg sok a dolog, meg minden, de azért halad ez a magyarítás projekt is, remélhetőleg. Igen, ott láthatjátok, hogy tulajdonképpen ugye ezen a gépen nekem a eredeti játékok szinte semmi, mindent uh, ugye uh, torrentes uh, állományokból oldok meg, Hearts of Iron t is így sikerült megszereznem, gyorsan letöltöttem, ugye nem nagy állományokról beszélünk, nincsenek gigás uh, modok meg játékok, szóval nem kell nagyon uh, megijedni tőlük. Na hát ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!